Na, sziasztok! Hát én nem tudom, mi, mi folyik mostanában, de mutatom, mi a probléma. Így nem látszik semmi, ugye? Mondom, hogy mutatom. Azaz. Így már látszik a probléma. Az ott úgy tört el, hogy ezt, az, ezt, a pantográfot nem szoktam mocorogtatni, mert minek? A svájc itt minek? Én nem tudom, anyagfáradás, vagy mi a úgy eltört, mint a sits úgy, hogy ben volt a dobozában. Na most ez, ez legyen a legkevesebb probléma, alkatrészrendelés. Aha, na, mutatom, ott a dobozban nincs semmi. A, mutatom a másik dobozt, ami, ami amíg a sethez jött. Itt ugyan van két papír. Az egyik, az egyik a vezérlő kocsihoz, Hogy mit hogy kell felrakni. Másik oldal, hogy hogy kell össze, a szerelvény összeállítás. Másik papír, a kocsi hogyan épül föl és és igen, a kocsihoz az alkatrészlista. Ennyi volt a dobozában. Látjátok? Ez a gyári doboza. Se baj, a hülye gondolja, Beraktam a másik dobozba! De nem. Másik doboz. Most már azt érdeke, hogy hogyha összeborul a doboz. Ennyi. Ebben nincs semmi. Ugyanaz a papír. Ebben volt a... a az RR133-as szett. Ugyanaz a papír. Mögöttes nincs semmi. Csak a szokásos. Hogyan rakd össze? Ez szintén ugyanaz, a, hogy arra össze mi van, és itt sincs semmi mögötte. Na, kérd, kérdés fölmerül bennem, hogy az anyámból szedjem ki, hogy ennek az egy megszexuált alkatrésznek mi a cikkszáma? Vagy hogy rendelem meg? Mert ugye alkatrészrendésnél meg kell adni, hogy miből, mi kell, hány darab és a cikkszáma. De ezt hogy? Tehát könyörgöm. 230 ezer font egy ilyen szett. Úgy megy rá, hogy nem nyúlsz hozzá. Tehát jogosan kérdezik meg az emberek, hogy mit vagyok én mindig felháborodva, mert hogy izé, hogy nekem mindig mennyi bajom van. Hát ez, ez, hogy minél fejlettebb a technika idézőjelesen, annál több szar gyártunk, annál rosszabb minőségben. És ez azért, tehát van akinek ez a, ez a ezer ez semmi. De nagyon sokan vagyunk emberek, akik ezt, ezt így összegyűjtik. Pár hónap, vagy több hónap alatt. És rohadtul nem mindegy, hogy kapsz egy ilyen szart, egy ilyen kritikán minőséget, oké, okay. hú, mennyi a izé, különálló kis izé, részletgazdag izé, kidolgozóság, de cseszhetem, hogyha a nyúlok és letörik, hogy a Bobót nem említsem, az MTB 41-et 41 nem említsem. Oké, annak meg lehet ragasztani a tetőben, de hogy még én ragaszgassak, ezt meg én rakjam össze, mert félkész modell, 80, 90, 100 000 fontos modellekről beszélgetünk. Ja, igen, hogy a gigantot ne is említsem. Gyárulak valamiért, vagy a forgóváz a fos, vagy az alváz a fos, de hogy lejt. És igen, igen, triplának írtam és válaszoltam a videóba. Itt sajnos nem a kocsival van a probléma, hanem maga a kaszni a szar. És igen, igen, is föl vagyok háborodva. Tehát, hogy oké, okay, ezekhez megvan az alkatrészt, és a bármi van, meg garanciális, gondolom, hogy majd, hogyha visszaírnak a medikertől, lehet, hogy azt írják is, hogy vigyem vissza, megnézik, kicserélik, akármi. De könyörgöm, ezt hogy? Ezt hogy! Mi alapján rendez? Rákerestem neten, mindenhol kifutott, nincs egy rohat letölthető PDF fájl én nem találtam, hiába írtam igen, Dorfer, mi a cikkszáma. Nem, nem is az a cikkszám várjál. Itt van 742 beírod, és nincs sehol egy rohat letölthető alkatrészlista. A mozdonyhoz. Sőt, és egyáltalán a szethez nem találsz semmit. Pedig azt mondják, Google a barátod. Hát nem. Google rohadtul nem a barátod. Oké, okay, meg fogom ragasztani, mert le, le, le van szarva. Azt majd, amikor egyszer majd úgy, úgy, így jön ki, akkor majd veszek egy ilyen pantográfot, vagy lehet, hogy a rokónak öh, lemérem azt a távolságát mert nagyjából úgy néz ki, mint egy roku áramszedő. ezt fogom kicserélem. Csak azért, akkor is, hát. Úgyhogy nem piszkálod, ez azért kicsit elszomorító. És azért, mit tudom én? Nekem már 18 mozdonyom van, 18 mozdonyból, azért 4-et öt így tudnék mutatni, ami ilyen csak kritikánul, ilyen vagy olyan hibával, hibával küzd. Hát azért, és megint csak azt tudom hogy drága. Jó, persze, azt is lehet mondani, hogy ha, ha neked ez drága, akkor ne fogjál bele. De ez nem így működik. Ha veszel egy elsőosztályos Mercedes-t, azt 5 km-re akkor Te is föl leszel háborodva. Azt én is mondhatnám, hogy akkor ne vegyél egy mercedes mert drága. De itt, itt tehát a minőség a lényeg. Nem a, tehát én értem, hogy drága legyen is drága, valahol, valahol legyen drága, oké. Okay. De ez, ez öcsém, hogy nem használod és széttörik, leesik. Ott volt a régen a izé, a hangos szergelyem. Dobozába leesett a kürt. Az ablak tőlük kiesett. Hát mi a franc? A dobozába. Ne, egy, te, te, és hogy ne legyek felháborodva. Dehogy nem. Dehogy nem. Fizettem valamiért, amiért elvárok egy minőséget. Elvárom azt, hogy össze legyen szerelve, hogy ne törjön szét az, amit nem is basztatok. Itt van a, másik két államszak, két szélső, ami elméletek még védtelenebb, mint a, a belső. Azoknak semmi baja. Igaz, nem is piszkálom, valamit nap csináltam egy olyan képet, ahol ez az áramszedő a kettes fülke felé föl van engedve, de nem törik el. Igaz, háromszor piszkáltam. De ezt ez talán egyszer vagy kétszer nyitottam föl, azt is óvatosan. Szóval... Na mindegy, nem mindig magam tovább. mert, mert már ettől jobban hova. Csak azért zavar rohadtul zavar, hogy megveszel valamit, és szar. Szép, jól néz ki, csak éppen szar. Ja, és igen, 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 a másik, hogy van már egy MTC 21-es dekóder foglalt, meg egy 8 pines. Hát az ember, amikor megvet, megveszi, gondolja, hogy hát a 8 pines az tudjuk mennyit tud, kevés funkcióval rendelkezik. Veszünk bele egy MTC 21-es dekódert, mert hogy több lát, több funkció. Hát nem. Ugyanúgy az alapfunkciókat tudja. Tehát nem értem, minek egy NTC 21-es egy, egy alapverziós a high-end verzióban legyen benne, oké. Okay. De egy, 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 ilyen alapizéba, ahol menetirány világításon kívül nem tud semmit a, a modell. Abba minek? Hm. Na mindegy, mindegy, tényleg nem, nem idegesítem magam tovább, mert valószínűleg tényleg ott tartok, hogy össze pakolom az egész szeladom a retekbe. Mert ez most már kezd kritikán alul, alul lenni, amit itt művelnek a modellgyártók. Mindig így látom a videóba messze, messze meg zé. Honnét... Ilyen olyan a bráváról is hal... tök jól néz ki. De már hallottam, hogy igazából olyan, ugyanolyan fos, mint a többi rohadt drága. Oké, ki van dolgozva, de mondjuk kinézi az alját. Mert én sem. Pico V43. Eddig, eddig lekopogom. Nincs vele hiba. De kinézi az alját. Ki az a megáltalkodott, akinek az számít, hogy úgy, tehát személykocsiknál sértem. Hogy néz ki? Nincs kidolgozva az alja. M mit akarsz te az aljával? Mondd el, kérlek akár kommentbe, akár izébe, mondd el, mit akarsz a te a kocsi, a, kocsi aljával. Mikor fogod te a kocsit nézni? Oké, okay. azt mondják, hogy mert, hogy amikor tükör van alatta, akkor látszik. Nem, nem látszik. Tehát ráteszed, nézd már meg a sín és a kerék karima peremek között. Vagy hogy, hogy nevezem. Tehát a, Sinkoron és a kocsi alja között mekkora hely van? Hol fogod te azt látni tükörbe, hogy ki van dolgozva a kocsi alja? Sehol! Na mindegy, ez is csak egy olyan dolog, ami engem, engem zavar csak. Ah. Na mindegy, az egy ilyen, hát a röpke kiborulós videó, azért lassan, igen, 11 perces, de mindegy, szóval bárki, aki tud akármilyen infót, az, hogy a komment szekcióban létsz, írja már meg, hogy annak az egy megszexuált államszedőnek mi a cikk száma, vagy hogy hol lehet letölteni ilyen alkatrészlistát. Mert annyi nincs hozzá, hogy hol olajoz meg, jó, mondjuk tök evidens, hogy ott, ahol csatlakozik a kardánizé, a, a meghajtó csigához, meg a fogaskerekekhez, tök evidens. de akkor is. Tehát, hogy semmi szerelési útmutató, se semmi nincs a mozdonyhoz. Úgyhogy, aki erről tud bármit, pdf, akármilyen letölthető kis izé, az léci. Írjon, vagy küldje el. is köszi, és sziasztok. További szép napot.